Üdvözlöm Önöket a Budapesti Operett Színházból. A Teátrum Társalgó mai témája a jövőre veled. Adott egy nő. Adott egy férfi. Van gyerek. Szám szerint én. Adott egy hotelszoba. Adott a házasság köteléke is. Csak én nem más. Szeretni azt, aki igazán soha nem lehet a miénk. Mert családja. És adott esetben a családját választja. A saját boldogsága helyett. Mi van? Lopott percek, órák. Egy ellopott februári hétvége. Minden évben csak ennyi. Adott tehát két ember, akik az idők során szőröstül-bőröstül megismerik egymás kezdődéseit. Kit csalnak meg a feleségüket? A férjüket. A gyerekeit? Saját magukat. Egy abszolút szerelem, gyönyörű történet. Lehet nevetni? Igen. Lehet sírni? Akár mindkettőt egyszer. 2005-ben mutatta be a Budapesti Operett Színház a Jövőre veled itt című musical. Katika, te hogy emlékszel vissza a premierre? Én arra emlékszem, hogy amikor dolgoztunk Somogyi Szilárddal, ő rendezte a darabot, ezen a csodálatos történeten, akkor az elején nagyon komolyak voltunk, és a Szilárd azt mondta, hogy hát még ne hülyéskedjünk annyit benne, mert hogy ez egy olyan szép történet, és hogy nagyon szép drámai pillanatokat rendezett bele, ami egyébként is a Szilárdnak nagyon nagy erőssége, ezek a nagyon, nagyon szép, nagyívű drámai pillanatok. Most, amikor a Szilveszter beállt a darabba, ott elhangzott konkrétan a Szilárdtól az a mondat, hogy nem szólhatsz egy szót se, Janza, most már szinte mindent engedek. És ezen felbuzdulva aztán ezt továbbfejlesztettük a Szilveszterrel. Most már nem tudnám az arányokat megjósolni, hogy mennyit könnyeznek a nézők, vagy mennyit nevetnek. Az biztos, hogy rengeteget lehet ezen kacagni, és ezért Szilveszter nagyon sokat tett ehhez a dologhoz. Tehát azt gondolom, hogy nem véletlen járnak vissza az emberek. Van, aki már 20-szor látta, vagy 30-szor látta, tehát évek óta visszajáró nézőink vannak, mert a fiatal ember, a nagyon jóképű fiatalember mindig gondoskodik arról, hogy valami új kerüljön bele a darabra, akár estéről estére is. Mi van ezzel a műfogsorral? Van a végén egy kis kávé és csésze jelenet, ami tulajdonképpen bele sincs írva a darabba, valahogy beleíródott, és ezt egy pici nagyobb szcénával, mint kéne. Valamikor ugye, mikor már azt mondom, hogy csőcsere van, és tehát Katót ezt látott, hogy így hátrahajolva nem bírja magát fékezni a nevetéstől, és ezt persze átveszi a néző is. Tehát tulajdonképpen nekünk azért jó, mert hogy mindig más az előadás, mindig más poénokat is mondunk benne, illetve hát mi vagyunk az egyetlen páros szerintem, vagy a világon, hogy 8 éve játsszuk együtt a darabot, ugyanannak a 100 embernek. Akkor jó, amikor ülnek olyanok, akik régen is sokszor látták, de viszik magukkal azokat, akik először ülnek be rá. És hogyha ez jó arányban osztik el a nézőtéren, akkor szoktak fergeteges előadások. Illetve lenni. Van olyan előadás, amikor ugye nem a feleségeikkel jönnek el a férjek, hanem esetlegesen a szeretőikkel. És akkor van egy ilyen huncut kis fennhangja az egésznek, hogy hoppá, apa ide akartál hozni? Tehát, hogy biztos. Üzenet. És akkor vannak olyan úgymond eddig humoros jelenetek, ami egy picit olyan kis feszengősé válik. Nem titok, amikor Katika várta Samukát 13 évvel ezelőtt, akkor az alatt az egy év alatt én váltottam, akkor még Berecki Zolival játszottuk. Igen, te is játszottad, igen. Imádtam, és a takaró alatt az elején ti is úgy kezditek a darabot, mert meg fogom nézni most újra. A takaró alatt vagytok? Igen. Igen. Mit csináltok a takaró alatt? Drága Felföldi Ancsika, ugye ő volt a házvezetőnő, a hotel tulajdonos, ugye a darabban, Mrs. Charmers, és amikor azt énekelte, annyira kitette a szavakat, olyan ízesen énekelt, tehát ő indítja a darabot, nagyon fontos volt és meghatározó, hogy a mi színházi édesanyánka, hogy ezt az egész darabot elkezdte, és akkor van egy ilyen sor a darabban, hogy hisz fonák, fertály, fartály, mit láthatok én, ugye, ahogy énekelte, és volt régen az a mese, az a Fonák Tamás. A mesében, és amikor az Ancsika mindig azt mondta, hogy fonák, fertály, akkor mi minden alkalommal azt mondjuk a lepedő alatt a Szilveszterrel, hogy Tamás, fonák, Tamás! De és jó, így minden esetre, jó. Amikor kezdődik, akkor mindig oda szoktam súgni a Szilveszternek, hogy hajrá, öreg! Hajrá, öreg. A nézőnek muszáj egy kódrendszert adni, hogy itt nem az lesz, hogy sírunk, rívünk, együtt mulatunk, és a mandalír nótákat. Persze, azért hihetetlen éles váltás. Ugye nagy debütálásunk volt Katóval, ez is egy nagyon érdekes dolog, a Mihalics Jancsi vezényelte,
mikor ugye ezt Péterváron mutatták be, és ott nagy zenekarral történt, nem pedig kettő zongorával, és mit ad Isten, az az ötlet jött, hogy akkor jubiláljunk, vagy nem tudom mi volt, és megkaptuk a nagy színpadot. Két szereplővel, illetve Ancsikával, egy teljes csere ensembléval, ugye mint énjeink, és ott duplával kezdtük a napot. Tehát leduplázni ebből, tehát nagy halál. És mégis az volt, hogy az ember egyrészt nem tud különbséget tenni, mert nem száll ki a szerepből, hogy ez életforma. Tehát ez George és Doris, és nincs Szabó P. meg Janza, hanem átfolyt az egész, és akkor jön a másik dupla, megint felkeltünk, és nincs déjà vu érzésed, mert egyrészt tehát az energia, tehát ha beleszállsz ésszel a darabba, akkor civil maradsz, nem sikerül. Ez is nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen darab, amire együtt érkezünk, és együtt megyünk haza. Mert nekünk kell azután, hogy a kocsiban megbeszéljük, hogy és ott mi történt el veled, például Szilveszter mindig megérzi ebben a darabban, amikor a végén a Doris ugye elsírja magát, és a legutolsó szép jelenetnél, ott belőlem így mindenki szokott szakadni. Addig tartom, és hogyha velem történt a civil életben valami akkor valahogy keservesebb az a sírás. Minden alkalommal megérzi. Csak abból, ahogy a rázkódok a vállán. És mindig meg szokta kérdezni, mi van? Mi van? És hát nyilván ott nem tudom elmondani, hazafele megkérdezi az autóba, hogy mi van, és akkor úgy el tudom mondani, hogy ez vagy az történt. De még annyit szerettem volna mondani, hogy nekem személy szerint azért nagyon nagy áttörés ez a darab, mert én előtte csak drámai főhősnőket játszottam ebben a színházban. És a Szilárdnak jutott először eszébe, hogy a Janza humorát, amit nyilván akikkel egy családként éltünk kint, azok tudták, hogy nekem van. Hogy használjuk, próbáljuk meg. És nagyon érdekes volt, mert előtte a Sweet Charity-nél már volt egy pici ilyen vicces szerepem, de ott még titkon figyeltem Simén Falvi Ágot, tehát hogy elbírnék-e egy ilyen típusú szerepet, és ott még nem voltam róla meggyőződve. És amikor a Szilárd mondta, hogy ezt gondoltam ki neked, még akkor sem bíztam igazán benne, hogy a nézők ezt hogyan fogják tőlem fogadni. Mert nekem ez egy akkora áttörés volt. Neked ott kinyílt a humorkapu, igen. Igen, úgyhogy én annyira köszönöm a bizalmat. Azóta bármilyen szerepben, ahol a vicces oldaladat kell megmutatni, mint még az Én és a kisöcsémben is, mikor a Titánia Bagzó Macska, igen, de amikor az Én és a kisöcsémben Pirike voltál, fergeteges, tehát ott álltunk a takarásban és röhögtünk rajtad. Aztán a Szép nyári napban emlékszel, amikor Panni néni kicsit becsicsentve kóvályogtál a színpadon a szemüveget, kitaláltad magadnak, szóval tényleg a Janzának egyébként elképesztő humora van, amit vétek lenne kihagyni a színpadon. Jó, és neked is. Jó, hát azért kell hozzá egy jó partner. Visszatérve egyébként az, hogy milyen jókat beszélgetünk visszafelé a kocsiba, ez egy kényszer. Számomra ez egy misszió, kihasználja, hogy egyfelé lakunk. Be tudsz értem jönni? Persze. Hát majd, tehát magyarul megúszta a benzinpénzt, a nyakamon is, és ráadásul beszélgetnem kellett vele. Tehát egy borzasztó. Hogy kik a kedvenc film színészeim? Johnny Weissmuller, Cary Grant, Marlon Brando, Laurence Olivier és Szabó P. Szilveszter. Valahányszor látlak, mindig új vagy és más, mint tündéri varázslat, el nem múló vallomás. Mert ahányszor érintesz, megborzongok, mint rég, mint amikor a múltam messzi jövő volt még. És rá, annyi év után, a csókoddal ma is meg. Átnézek, és újra beléd szeretek, drága. Most
kulcs, és ahogy jöttem be, gondolkodtam, hogy hogyan lehet megúszni, úgyhogy az ember ne érzékenyüljön el, ugyanis azt, hogy meg egyáltalán játszhatom, azt úgy tudtam meg, hogy néhány napja történt még csak ez az egész borzalmas dolog, és akkor hívott a Mátrai Bori, a művészeti titkárunk, és egyszerűen a kocsival félre kellett állnom, úgy sírtam. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon örültem, másrészt azért, mert Felföldi Anikótól kapni, és úgy éreztem, hogy tőle kaptam, és lehet, hogy ez így ilyen nagyon furcsa hangzik, de úgy éreztem, sőt a bemutatón úgy éreztem, hogy fogta végig a kezemet. Nekem is elmondta, hogy úgy érzi, hogy ezt Ancsikától kapta, és én akkor azt mondtam az Ulmikának, hogy jó helyre került. Hogy higgyel, hogy jó helyre került. Amiért nagyon aggódott akkoriban, hogy nyilván nekünk már volt egy megszokásunk, ez egy tényleg egy nagyon, amikor három ember ennyit van, ennyi éven keresztül együtt egy ilyen pici zárt színházi térben, az már tényleg olyan, ahogy Szilárd fogalmazna, hogy szőröstül, bőröstül, megismered a másikat, és minden lélegzetvételét tudod, és ő annyira lelkiismeretes volt, mikor beállt, hogy azt szerette volna, hogy semmivel ne akadályozzon bennünket a megszokott ritmusunkban, a lélegzetvételekben, a szívdobanásokban, és akkor azt mondtam neki, hogy hidd el, hogy ilyen volt a beállásod. Hogy nem, hogy akadályoztál minket, hanem hozzátettél, és mindezt úgy, hogy nagyon elegánsan, amilyen az Ulmi, nagyon elegánsan, csupa szívvel, alázatosan, minden csodálatosan megcsinált, amit az Ancsikától át tudott venni, azt átvette, de hozzárakta saját magát is. Nem tudom elmondani, hogy mennyire jó csinálni. Minden egyes bejövetelben annyira örömömet lelem, hogy ezt nem tudom elmondani, te tényleg. Szóval mindenben van valami vicces, akkor van a vége felé, már ugye nagyon mély dolgok, ugye ő összefoglal, ő summáz, ő keretbe foglal, és egyszerűen nagyon-nagyon élvezetes. De hát közben ugye nézem őket. Igen. Mert hát azt meg ugye nézni kell. Úgyhogy van olyan, amit már tudom, hogy azt nem nézhetem, mert utána nem tudok úgy bejönni, ahogy szeretnék. Úgyhogy megvannak azok a viccesek, amit sajnos nem tudok megnézni. De én számomra ez egy jutalomjáték, ha van ilyen az én kis életemben. Igen, igen, és hogy mennyire fontos a te figurád, azt Szilveszter is biztos, hogy alá tudja támasztani, hiszen nektek is, ha jól emlékszem, a darabban volt ez, mindig volt egy kis kapcsolódás mind a kettőtöknek. Abszolút, az évek alatt, hogy egy kis manó, vagy ott ül a vállunkon, mint tényleg, hogy kísérgeti, hogy vagy összeboronál, vagy éppen tükröt mutat, vagy hogy berendezi nekünk, tehát hogy értünk van. Játszották ezt ugye más helyen is, valahol ágy, valahol tényleg egy olyan figyelő, vagy éppen nem szerves, nem tudjuk eldönteni, hogy most tényleg angyal ül a vállunkon, és két ember, ha egymásra talál, akkor ő segít minket az életben, vagy a nő kétszer, vagy nyolcszor, tehát nagyon sok minden, hogy nem siklunk el egymás mellett, hanem mindig arra az egy hétvégére, 25 éven keresztül, mindig ott van, és 100%-osan azért teljesít, hogy ez, hogy ne jöjjön be a világ zaja, ez a két ember burokban ott tudjon egymásnak élni. Egy olyan értékkel, amit természetesen ő is képvisel. Aki még nem látta a darabot, és én is meg fogom nézni, mert ugye téged még nem láttalak, mindenképpen tegye meg. Majd átküldöm DVD-n, de veled, jó? Nézd, várjuk a nézőket. Mit csináltál? Sok szeretettel. Tudod, hogy minden évben visszajövök újra és újra! Amíg marad egy takom is ép, ide bonszolom magamat még, ide csaszogok, és itt leszek jövőre veled. Ha már a hajam is emlék csupán, és nem sírok a fogam után, egy kis maradék itt lesz neked jövőre veled. Ha már nem taszít a gondolat, hogy egy vénszivar kedvese vagy, akit ápoló etet itat, ölej meg. És ha meghaltam, feltámadok, nyugtott neked még úgysem vagyok, ilyen apróság nem lehet ok, itt ne legyek újra jövőre veled. Ha már infúzión létezel, s oxigén sátorban érkezel, szoríts nekem is egy kis helyet jövőre veled. Ha az életem már csak tünet, és a jobb fülem is tök süket, én majd rágom a bal füledet jövőre veled. Ha már nem tudom, mi a nevem, és a feledést is feledem, ezt a szobát úgyis megvelem mindenki viszkit még. Hol a jég? Ha a sorstoló székhez szegez,
lesz egy kicsis, az Walteré lesz. Nagy! Mert mi megoldjuk úgy is, ha kell, nem adjuk fel. Amíg van csatom, mely nem törött, már nincs, addig évente újra jövök. Veled a hegy, veled a tó, veled a csend, veled a szó, veled a víz, veled a szél, veled az íz, veled a kéj, a holdot fenn, s te itt velem, újra, jövőre veled, jövőre veled.